Pakson és környékén az elektromos buszok nem csak segítik a tömegközlekedés egyszerűsítését és korszerűsítését, hanem tovább öregbítik a város hírnevét is. A Magyar Marketing Szövetséghez Paksa a 2021 évi Város Marketing Gyémántdíjra nyújtott be pályázatot, Atomváros Zöldváros elektromos buszok Pakson elnevezéssel. Ezzel a városfejlesztési projekt marketing programmal nyerte el idén az országos elismerést. Február 1-től Pakson történt meg az, hogy csak és kizárólag elektromos buszok, elektromos meghajtású buszok végzik a városi tömegközlekedést, és nem csak ebben történt változás, ezt is tudjuk, hanem abban is, hogy olyan területeket is becsatoltunk a városi tömegközlekedésbe, amelyek eddig ilyen fehér foltok voltak. Mindamellett, hogy olyan területre is kijárnak az elektromos buszok, ahol eddig nem volt tömegközlekedés, egyedül álló a járművek kivitelezése is, hiszen a város nevezetes és jellegzetes épületei is láthatók rajta, mely igazán paksivá tette ezeket a buszokat. A paksi buszjáratok kapcsán olyan marketing munkát végeztünk, melynek köszönhetően ugye nagyon sokan igénybe veszik ezeket a buszjáratokat, most már elmondható. Pontos adatot még nem tudunk mondani. A szakmai zsűri által odaítélt Gyémánt díjátadó ünnepség csütörtökön volt Budapesten. Idén már 8. alkalommal díjazta Paksváros önkormányzatát a Magyar Marketing Szövetség.